Január végén készültek ezek a rejtett kamerás felvételek egy fővárosi kórház sürgősségi osztályán. Miután Kásler Miklós elrendelte, érkezés után azonnal meg kell vizsgálni a betegeket. Tapasztalataink szerint ez nem mindig sikerült. A hullát megvizsgálták? Még nem, most veszik a vért, de itt vagyunk már mindjárt 2 órát. És 2 óra alatt semmi nem történt? Nem, most veszik a vért. Pedig a Népszava februárban írt arról egy birtokukba került dokumentum alapján, hogy Kásler Miklós miniszter szerint 2017-ben a legjobb időben történő beavatkozással 24 ezer haláleset megelőzhető lett volna. Ez alap szerint abban az előterjesztésben áll, amelyet Kásler Miklós vitt a kormány elé az egészségügy átalakításáról. A kormány akkor cáfolta, hogy Kásler intézkedési tervet nyújtott volna be. A legutóbbi kormány szóvivői tájékoztatón viszont már elismerte a miniszterelnökség vezetője, hogy megvitatták Kásler Miklós átfogó egészségügyi programját. Kásler miniszter úr hosszú 2 órás előterjesztést tartott. Gulyás Gergely szerint ennek része a budapesti szuperkórházak megépítése, az ápolók és szakdolgozók fizetésének emelése, valamint a magán és az állami egészségügy szétválasztása. Azt viszont nem tudta megmondani, hogy erre mikor és mennyi pénzt szán a kormány. A szakmai koncepciót magát azt a kormány elfogadta. Az ezzel kapcsolatos költségvetési források és ennek a tervezhetősége az nyilván attól is függ, hogy az idei évben hány százalékos gazdasági növekedés lesz. Ezért amiről konkrétan döntöttünk, azok, amelyeket most itt ismertettem, az összes többire a kormány az év második felében vissza fog térni. Gulyás Gergely szerint így például az orvosok fizetés emelésére és a kórházak működési költségeinek rendezésére is leghamarabb nyáron tér vissza a kormány. Alapvetően nem kellene lopni, és akkor jutna pénz egészségügyre. A Jobbik szerint elő lehetne teremteni a szükséges pénzt. A programokban nincs hiány, hiszen másról sem szól az egészségügy története, mint hogy az egyik reformot éri a másik reform, csak mindegyikhez pénzre lenne szükség. Mi úgy kalkulálunk egyébként, hogy éve szinte 600 milliárd forint hiányzik az egészségügyből. Hogyha a korrupció mértékét minimalizálni tudnánk, akkor ez a pénz már is rendelkezésre állna. Gulyás Gergely szerint a béremeléseken kívül 700 milliárd forintra lenne szükség a programra az egész ciklusban 2022-ig.